Tegnap készítettünk egy gyümölcstortát, ma reggel 5,7 volt az éjgy gyomri cukra esztinek, ami nem olyan alacsony, kisebb szokott lenni, ilyen 4 és 5 közt, de ilyen 4-4-4-8 szokott lenni. Csak tegnap este nagy zabizás volt, ilyen rántott karfiol, meg ilyesmik, aztán nem annyira ment vissza. Rántás, prézli, ilyesmi az valahogy nem jött be. Igazából a lisztet csak tönkölyt használunk, és azt is kovásszal. Most, mikor a kovász nem járja át a lisztet, akkor sokkal jobban emeli a cukrot, mintha a kovász átdolgozná. A kovász valamit csinál a liszt szénhidrát tartalmával, és utána már nem terheli a szervezetet, kevesebb inzulin is elég a feldolgozásához. Ettől függetlenül van benne szénhidrát, csak valamit formába változtat rajta szerkezetén. Tehát jó dolog a kovász. Na most ez egy olyan süti, ami hát ugye nem kovászos nyilván. Ez egy piskóta tészta. A fehérjét felvertük, a habot külön lett öntve, ez házi tojásból van. Kókusz zsír lett picit megolvasztva, tojás sárgájával összekeverve. Az édesítés a stíviával történt, nem cukor, meg xilit, meg ilyen barna cukor, vagy nem tudom, nyírfa cukor, meg akármik. Tehát a stívia, ez egy növény, aminek a levelei vannak megszárítva. És ez ki van főzve, mint a tea, és ilyen szójaszószos üvegben, a metróba vettünk szójaszószt. Ez is fontos, például használunk szójaszószt, de csak ezt a fajtát, mert ebben nincsenek adalékok, meg semmiféle tartósítószer, ez tényleg csak tisztán szójaszósz eredetileg. És ilyen lukacsos ez az üveg, és akkor könnyű belőle önteni, tehát ebbe tartjuk a kifőzött stíviát, mint egy tea, jó sűrűn van kifőzve, tömény, édes folyadék, de nincs benne szénhidrát. Tehát stíviával lett a édesítése megoldva a tésztának, pici só volt benne, és akkor ehhez jött a fehér liszt, tönkőliszt, tehát nem csak teljes kiélésű tönköly van, hanem van sima fehér is. Azt lehet ehhez használni, valamelyest azért érződik, hogy más ez a fajta liszt, de finom. A gyümölcsök, a metróba kapható mirelit gyümölcsök, ez ilyen erdei gyümölcsszett, ebbe volt áfonya, eper, kiválogattuk az édes gyümölcsöket, ugye rengeteg ribizli, meg mindenféle olyan gyümölcs van még benne, amik fanyarok, és a fanyart, meg az édeset nem kevertük, mert emésztéskor más enzimet használ a szervezetet. Ha édes gyümölcsöt eszünk, akkor édeset, ha ilyen fanyar, savanykásokat, akkor meg azt külön. Meg egyébként is úgy ízre ezek most, tehát málna, meg eper van benne, meg az áfonya. És hát narancsa körítés, narancsa, hát jobb a banán, csak nem volt olyan banánom, ami érett lett volna. Ha még nincs teljesen beérve a banán, az nem jó. Tehát ha már úgy pöttyösen barnul a héja, akkor jó a banánt fogyasztani. Tegnap vettem, az enyémnek még nem érett be a héja, tehát ebből is tehettünk volna rá, de hát ez még nem érett meg, még egy kicsit olyan zöldes is látszik. Úgyhogy banán helyett narancsot tettünk rá, ízbe harmonizált teljesen. Úgy vettük észre, hogy a banán nem nyomja fel egyáltalán a cukrot, tehát abból rengeteget lehetett volna így köré tenni még. A zselatin, hát sokat válogattam, mindegyikben volt cukor, aztán végre találtam egy olyat, amiben semmi nincs, csak maga a zselatin, és fél literhez kell egy ilyen zacsi, és el kell kevergetni, rá van írva, hogy hogyan, hidegbe, utána azt melegíteni, hozzáadni a többi folyadékot, majd a végén lehűteni. Ez csak akkor áll be ilyen kocsinás, amikor tényleg teljesen lehűlt. Na most mivel fagyasztott a gyümölcs, nem kell hagyni kiolvadni, hanem tegyük rá fagyasztottan, és amikor ráöntjük a zselatint, a kihűlt zselatint, akkor sokkal jobban megköt rajta, nem fogja beinni a tészta, tehát külön előny, hogy a gyümölcs fagyasztott. Aztán úgy is kiolvad az egész, tehát. Na most a gyümölcsből némi ilyen színezést el lehet érni, ugyanis ez az áfonya, meg ilyesmi marha jól fog. Tehát, hogyha abból teszünk egy kicsit a zselatinba, akkor meg is színezi, mert egyébként az íztelen, meg színtelen. És akkor stíviával lehet édesíteni a zselatint, ennyi az egész, és nem azt a bolti cukrosat vesszük. Hát így állt össze a torta. Ma lesz torna, meg néptánc, tehát ez volt a reggeli. Jól bezabiztak a gyerekek. Mozgás is nagyon fontos, tehát igazából ő, mivel ma egy másfél órát fog néptáncolni, meg turnaóra is lesz,
Ilyenkor kell a szénhidrát. Tehát lehetséges, hogy egy kicsit följebb megy a cukra, mint ami 8-9 közé, de azt le fogja dolgozni fizikai erőkifejtéssel. Hát, szerintem ez a gyümölcs torta is egy jó kis finomság. Érdemes készíteni a gyerekeknek.